Na szevasztok! Ebben a videóban egy Husqvarna 372 XP-t fogok összerakni, amit kell róla tudni, saját gép. Ezt a jófogáson vásároltam kb. Egy éve szerintem, azóta itt állt a polcon. Azt kell róla tudni, hogy kívülről elég ramaty állapotban van a gép, viszont belülről patika. Mind a henger, mind a dugó. Főtenger és fasza. Annyi baj volt a gépnek, hogy indult járt, viszont pörgött, mint a disznó. Ez annak köszönhető, hogy a henger tartja, amit is kifújta. Szerintem lelazultak a hengercsavarok, aztán valaki visszaúszta ugyanúgy, de viszont begyűrte maga a tömítést. Ennek köszönhető ez a falcsolás. Amit cserélni fogok a gépem, csak a csapágyak. A fági csapágyat rakok be, meg a szimeringek, hát meg ugye a tömítések. Annyira jó a gyűrű, hogy még azt se cserélem ki. Nagyon jó a hézag rajt. Dugattyú is nagyon jó állapotban van. És a henger is. Ez egy utángyártott Mahle henger. Nem, amúgy csak le van szórva. Lehet látni a gyári. Nem tudom látni a Mahle feliratot. Azért ilyen szép le lett szórva. Tömítés. Rendeltem a kertpatolról készletbe. Meg rendeltem egy külön hengertartó tömítést is. Blokk. Tömítés, az így néz ki. Nem tudom, lehet látni. Nem, felveszem a kamerát. Nem tudom, lehet látni, hogy ott nagyjából stimmelnek a lyukak. Viszont itt, ugye, ja, kicsit el van tolódva. Aztán most én ezt így helyére igazítom, fel fog gyűrödni a tömítés. Na mindegy, ez egy fos tömítés. Itt vágtam egy klingeritből. Ezzel lesz összerakva. Hengertart tömítést pedig. Az is jobb oldali volt a készletben, bal oldali pedig külön tömítés, ez nagyon sokkal jobb minőségű, ezt fogom felhasználni. Úgyhogy ezt a készletet dobhatom ki a kukába szerintem. Úgyhogy ennyi. Akkor álljunk is neki. Összefizem a blokkot, aztán most kicsit bepörgünk.
fölrakom a láncféket, utána lekerek egy gyújtást, alárakom a tankot, mehet föl a kuplung, kipu, aztán a karbi, aztán pöffelhet is. Annyi, hogy az ekót a szedugózom, kap egy ilyen szép csavart. Aztán meglátjuk. Úgyhogy pörögjünk be megint.
összeállt a masina. Megtankoltam benzinnel, olajjal. Még nem indítottam, úgyhogy itt az ideje. Hát, külsőleg nem a legszebb, de motorikusan legyen jó. Leveszem a légszűrőfedelet, meg a légszűrőt is. Nem tudom, hogyan beállítva a karbit, mert csak fölraktam rá. A karbit nem újítottam föl. Úgyhogy azt még lehet, hogy kell. Nem tudom, hogy fog menni. Mindjárt kiderül. Az első indítás lemaradt, ugyanis megtelt a memória, úgyhogy most lássuk a második beindítást. Jár pöfög, a fordulatot jól veszi, az olajzás is jó. Ez, amit tudni kell erről a gépről, hogy ez egy ellenfél lesz. Január 2-án jön Laci kollégám, hoz magával pár gépet, és csinálunk egy pár jó videót. Most, hogy újjászületett a 372 XP, kap egy kis ajándékot. Mégpedig ezek. Úgyhogy ragasztjuk is fel. Viszont a láncdekni nem kapja meg a matricát, mert el van törve, kopott, ütött, úgyhogy ehelyett kell szereznem egy másikat, ha esetleg tudtok jobbat, akkor írjatok a videó alá. Köszönöm! Hol is tartottunk? Kicsit kiesett ez a 10 perc, nem tudom, hogy... Lehet már sokat ittam amúgy, itt az iszogatók, de nem is tudom, hol tartottunk. Ja, lánzdekni. Ja, lánzdekni. Ugye törve van, nem ragasztom rá a matricát, úgyhogy esetleg ha lenne valakinek gyárja, és nem ilyen ramagy állapotú, akkor megvásárolnám tőle. Úgyhogy ha esetleg van, írja a videó alá, megbeszéljük, jó? Köszönöm szépen! Na, végülis akkor a 372 összeállt, várja az ellenfeleit, amik már amúgy megvannak, csak még titkosak. Úgyhogy ezt másodikán fogjuk felvenni Laci kollégámmal. Úgyhogy Lacikám, várlak szeretettel, gyere, és megmutatjuk, hogy mit tud ez, és mit tudnak az ellenfelek. Érdekesek lesznek, úgyhogy akit érdekel, akkor lájkoljatok, kövessetek be, aztán jövőre találkozunk, addig is ezt még... Boldog új évet kívánunk mindenkinek! Egészségetekre! Úgyhogy ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy sziasztok!